Szeretettel köszöntöm a Tegyük a helyére mai adásának nézőit és a kollégákat itt a helyszínen, Görbis Tamást, Fóris Attillát, Piszter Ervint. A mai témánk a test helye szerepe, illetve ennek az üzenetnek a folytatása. A múlt héten a földi testről volt szó, ezen a héten pedig a menyei testről, illetve arról a testről, ami a földi élet utánvaló testről szeretnénk beszélni, de mielőtt ezt megtennénk, én igyekezném röviden összefoglalni azt, hogy a földi testtel kapcsolatosan mi az Istennek a, az álláspontja, vagy mi a, mit, mit olvasunk a Bibliában ezzel kapcsolatosan. Egyrészt a, a földi testünk nem azonos a biológiai test a testi természettel. Ez volt a múlt hétnek egyik fontos megállapítása. A testi természet, a bűnnek a teste, vagy az a, a régi élet megromlott ó természetének a teste. Arról azt mondja, hogy akik a Krisztuséi, azok megfeszítették a testet az ő család kívánságaival, gonosz indulataival együtt. És azt is mondja, hogy akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Tehát sok minden rosszat mond ezzel kapcsolatosan az írás. Ugyanakkor a biológiai testről, amiről most szó van, nagyon-nagyon jó és fontos dolgokat jelent ki a szentírás, erről a földi testről. Alapvetően ezt Isten alkotta, Isten teremtette és gondja van rá, és az ő tulajdonát képezi, és ráadásul azt mondja, hogy a testünk egy sátor, porsátor, amiben lakik a szellemünk és a lelkünk. Tehát ez egy lakóhely, és az újjászületés után pedig ez a lakóhely egyszerűen templommá változott, nevezetesen a Szent Szellemnek a templomává, és ezen a testen keresztül nyilvánul meg. Nyilván a rossz is ezen keresztül tud megnyilvánulni, a bűn természete is, de a Krisztusnak a természete is. Istennek ez a templom fontos, és ugyanakkor megváltotta, olyan nagyon drága árat fizetett a testünkért és a lelkünkért is. Az egy Korintus 6ban hogy hogy megváltotta a lelkünket és a testünket, és ez az Ő tulajdonába ment át. És ö, ugyanakkor erről a testről hát. azt is olvassuk, hogy amíg ebben a testben vagyunk, távol vagyunk az Istentől. Tehát ez egy olyan állapot, ami a halandó, a romlandó, és máshogy pedig úgy mondja, hogy gyalázatos állapot, egy olyan kiszolgáltatott állapot, ami a tér, az idő alá van vetve, és a halálnak is alá van vetve ez a test. No hát, ezek után térnénk rá a kérdésünkre, hogy miért olyan rendkívül fontos kérdés ez a feltámadás, ez az örökkévaló testnek a létrejötte. Tamás? Lesz, és ez az evangélium lényege, ugye az egykorintus 15-ben Pál Lapostól azt mondja, ha Jézus nem támad föl a halálból, a teste, akkor ugye még a bűneinkben vagyunk, akkor nem, nem történt meg a megváltás más helyen azt mondja János, ugye a levelében, hogy aki tagadja Jézus megtestesülését, a testének halálát, és aztán az azt követő feltámadását, és az, hogy Jézus testben vitetett a mennybe, ugye az az Antikrisztus és a hitető, és a nem tudom én micsoda. Tehát ez egy lényegi eleme az evangéliumnak, ez az egyik. A másik, hogy maga a test feltámadásába vetett hit, ugye az ábrahámi alapvetések közé tartozik. Múria hegyen Ábrahám meg, meg, volt győződve róla, hogy ha meg is kéne halni a izsáknak, akkor az Isten fel fogja őt támasztani. És ugye erről tesz bizonyságot az új szövetségben a héberekhez írt levél. És hát azt gondolom, hogy alapvetően ez így van. Elsőnek Isten az ember testét készítette el, és az ember a teste nélkül nem az, aminek Isten megalkotta és megtervezte. Tehát ez hozzánk tartozik. Attila, honnan tudjuk, hogy az igaz egyáltalán, hogy valóban bizonyal feltámadott az Úr? Mindenkinek van egy személyes meggyőződése erről, amiről a Szent Szellem bizonyságot tesz. Egyikünk se volt ott, mégis elhisszük, és tényként kezeljük. Annyival egészíteném ki még azt, amit a Tamás mondott, hogy ugye azt mondta, idézve az igét, hogy ha Krisztus nem támad volna, nem támad föl, akkor még a bűneinkben vagyunk. Következésképpen Jézus feltámadása az bizonyítja, hogy a bűn ki lett iktatva, és egyúttal azt is bizonyítja, hogy a bűnkövetkezménye a halál, és a testnek a pusztulása. És éppen ezért, ugye, ahogy szoktuk mondani, Jézus meghalt a bűneinkért, de feltámadt a megigazulásunkért. Tehát az, hogy megigazultunk, hogy igazak vagyunk az Isten szemében, hogy nem vagyunk bűnösök, azt az a tény bizonyítja, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halál. Ugye benne nem volt semmi bűn, és az a kiváltságért bennünket, hogy ugyanúgy, ahogy az első Ádámmal lettünk azonosítva származásunktól fogva az első Ádámnak a bűnével és a bizalmatlanságával és a hit, hitel, hitetlenségével és a halában lévő állapotával. Ugyanígy, amikor Jézus Krisztustól születtünk, Jézus Krisztusba belekerültünk, az ő igazsága nekünk lett tulajdonítva, és ez egy csodálatos dolog, és ez egy jó reménység. Sőt, azt mondja Pál, amikor ezt a kérdést vitatja, hogy hát ha, ha, viszont meg vagyunk róla győződve, akkor már nem is reménység tulajdonképpen, mert egy, egy szent meggyőződés, hogy ez, ez, így van. Annyit szeretnék még hozzátenni ahhoz, amit a Tamás mondott, hogy, hogy, hogy hiszem azt, hogy nem egy ilyen örök nyugalmi állapotra lettünk elhívva, ugyanúgy, hogy Isten aktív, cselekszik, és akkor érzi magát boldognak, hogyha tesz valamit, és kreatív, jellemzően, ha az ember nem csinál semmit, akkor megbetegedik a lelke, és uh, szükségünk van arra, hogy, hogy hogy, véghez vigyünk valamit, hogy alkossunk valamit, hogy kreatívak legyünk, hiszen az Isten képére és a hasonlatosságára lettünk teremtve. Következésképpen ahhoz, hogy cselekedni tudjunk, ahhoz testre van szükségünk, és uh, ezért uh, hiszem, hogy lesz majd a megnyugvás után a testnek a feltámadása, a megdicsőült test, amikor uh, meglehetősen aktív életet fogunk élni. És uh, Szerintem ki fog teljesen Istennek az eredeti terve, amire mindig is lettünk alkotva és teremtve. Tehát nem egy ilyen testnélküli nyugalmi állapotra, egy ilyen, nem tudom, elíziumban való lebegésre lettünk Igen. létrehozva, hanem, hanem, hanem sokkal nagyobb és komolyabb elképzelései voltak velünk az örökké valónak, és amit ő elhatározott, ahogy hallottuk is ezt a hétvégén, azt ő véghez is viszi. Erwin, azt mondja Pál, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez, hogy pestiesen lefordítva, ha a Krisztus nem támadott fel, akkor a keresztényeknél ostobább, hiszékenyebb lények nincsenek. A legnyomorultabbak. Igen, hát nekem az első és legfontosabb Isten élményemhez kötődik a feltámadásnak a hite és a reménysége. Egyszerűen akkor húsz éves srácként teljesen, teljesen meg voltam győződve arról, hogy hogy ez az élet, ez egy rövid és egy, egy, egy elmúló élet, 20 évesen azért még igen, ezen igen, egyébként igen. nem agyal az ember nagyon. De az a lényeg, hogy Jézus vissza fog jönni, fel fogunk támadni, elmegyünk ebből a világból, és ilyen aktivitással egyébként tényleg, amit Attila mondtát, nem, hogy ülünk a felhőn és wellnessezünk, vagy nem tudom én mi, hanem egy, egy aktív életet élünk, de már úgy, hogy ezek a testi korlátok, hogy éhesek vagyunk, hogy vagy álmosak vagyunk, hogy, hogy mit tudom én, Kötelező. milyen igényeink vannak, azok már nem lesznek ö, ö, vélhetően, hát nem tudom, hogy hogy lesznek, még, mind lesznek, de vélhetően nem lesz az, hogy most elfáradtunk és le kell feküdnünk. Tehát egy, egy, egy olyan olyan szuper testben fogunk ö, létezni, és hát ugye az egykorintus 15-es világosan elmondja, és én ezt nagyon vártam. És én azt gondolom, hogy nekünk akkor, azkor ugye még dúlt a kommunizmus, és mindenféle fenyegetések voltak, akkor nekünk ez annyira hatalmas, nekem annyira hatalmas vigasz volt. Tehát én azt mondtam, most mi van, ide jönnek, ketté vágnak, hát ezt csinálták a tanítványokkal és az apostolok, és nagy bum, megyünk az úrhoz, hát akkor ennél nincs jobb. Tehát valami olyan hihetetlen erőforrás volt ez, számomra, meg, meg abban az időben mindenkinek. Hogy tényleg nem, nem is foglalkoztunk, hogy házasság, meg nem volt az jó, meg, meg, meg nem kell tanulni, meg nem kell, ezek voltak a szélsőség és túlkapásai, de a lényeg azért az volt, hogy ez az Isten együtt járt, ez a fajta vágy, hogy hogy már belépni, vagy átlépni, vagy kilépni ebből a létezésből, és belépni abban az igaziba. Tehát ami, ami azért az az, az, az is, ez végül is hullámzik az emberbe, de, de azt hiszem, hogy ez a lényeg. Én számomra biztos. Én egyébként csak megerősíteni tudom, amit mondasz. Én, amikor megtértem és újjászülettem, ez egy olyan evidencia volt, hogy Jézus feltámadt és él, és hogy én vele találkoztam, hogy onnantól kezdve nem volt kérdés az, hogy van feltámadás. Én is alig vártam, hogy na. Volt egy füzetem, és írogattam, és vártam, hogy mikor jön vissza az úr. Gondoltam, ezt a fél évet még kibírjuk, és megyünk el innen. Tehát ez egy, én azt mondanám azoknak, akik azt mondják, hogy mi elmebetegek vagyunk, hogy nem. Van egy személyes bizonyságunk az Istentől arra, hogy mindez, ami Jézussal történt, az miránk is érvényes. No, hát akkor lépjünk tovább. Következő kérdés, amit én gondoltam, hogy érdemes lenne végig gondolnunk, járnunk, hogy hogy mi lesz a testünkkel, meg a lelkünkkel, ugye a lelkünk vagyunk én, ez vagyok én, a személyiségem, de mi lesz a testünkkel és a lelkünkkel akkor, amikor ebből a biológiai testből kihalunk, meghalunk. Ez megszűnik működni. Görvic úr. Igen, hát ugye a halál az azt jelenti, így olvassuk a prédikátor végén, hogy a ruach, a szellem, az éltető szellem visszatér az Istenhez, a test pedig visszatér a porba, amelyből vétetett, és ugye a kettő közt vagyok én, a belső ember, ami áll a személyes szellemből, meg a lélekből, most ebbe a bogyolódjak, belehívjuk egyszerűen belső embernek. Nem, nem. De Sőt, ez, nős ez, a, ez a, a személyiséged, a Ez az én, a személyiségem, érzésed. az akaratommal, a gondolatommal, az érzésemmel, a lelkismere, te én. Tehát az az én, aki a testben lakott. Igen. És akkor mondom, az egyszerűség kedvéért évük belső embernek. És ugye egészen Jézus Krisztusig mindenkinek ez a bizonyos belső embere az alsó világba ment, vagy alvilágba ment, amit a héberek ugye Seolnak hívtak, ami nagyjából azt jelenti, hogy a kérdéses hely. Amivel kapcsolatban csak kérdéseink vannak, nem tudjuk, hogy az pontosan milyen, meg hogyan, meg, meg miképpen. És ugye ezt a tengerfenekére tették ennek a bejáratát, nem fizikailag elsősorban, bár van, aki így gondolja, hanem abban az értelemben, hogy az ember számára elérhetetlen, tehát nem, nem, nem tudsz oda menni fizikailag. Ez egyébként ugye a görögöket is izgatta, és akkor az Euridiké meg az összes többi sztoriban, hogy ez benne van, hogy azért csak kélekelték onnan meg minden. De ez a dolognak a lényege, hogy ott vala, az, 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 aki ebben a testben lakott, és akinek a teste alála után ugye szétesik, porrá lesz újra, hogy az a valaki, aki ebben a testben lakott, az van valahol. De nem ezen a világon van, és a van mi valahol. testi érvészék szerveink számára nem is érzékelhető helyen van. Na ez a hely volt a Seol, amit a görögök ugye Hádésznak hívtak, és ez alapvetően változott meg Jézusnak a feltámadása után. Ugyanis utána a hívő emberek nem a Seolba készültek. Az Ószövetségben még a proféták vagy hogy a király, ugye írás története királya 15 plusz évével, Igen. és ő is azt mondta, hogy a seholba készülök. Tehát Dávid is azt mondta, hogy a seholba készül. Tehát akármilyen szuperszent volt valaki, vagy nagyhívő volt valaki, akkor is a Seolba kellett mennie. Ábrahám kebelére a jó esetben, viszont a Jézus feltámadása után, például Istvánnal azt olvassuk, hogy Uram, Jézus, ved magadhoz az én szellememet belső embervel ebben az értelemben, tehát ő nem a seholba készült, hanem fölkészült Jézushoz. Tehát, hogy annak idején azok, akik az Ábraham hitének a nyomdokait követték, azok Ábraham közelségébe, Ábraham kebelébe kerültek, azok, akik Jézus hitének a nyomdokait követik, és tőle születtek, azok ebben az átmeneti időben, amíg várják a testük feltámadását, Jézus közelségébe kerülnek. A többiek továbbra is a seol irányába mennek lefelé. És szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez nem a pokol. Ez nem valami olyan hely, ahol az ördögök gyötrik a, az ember. Nincsenek az ördögök, még nincsenek a, a, az embereknek ez a belső embere. Egy helyen a, a, a szellemi lények a mélységben vannak, az emberek pedig e, 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 ebben a bizonyos seolban, vagy alsóvilágban, vagy hádészben vannak, hívjuk alvilágnak az kedvéért, és ott várják a test feltámadását. Nincsenek jól. Nem boldogok, <kül> nem örvendeznek de nem is, nincs is az, hogy most ottan főzik őket az üstbe, meg az ördögök villával, tudom én, mit, mit csinálnak, semmi ilyen nincsen. Ha van fájdalom és szenvedés az alsó világban, az a szégyen, meg a megbánás, meg a mulasztásnak a, a, a gyötrése, hogy, hogy hogy lehettem ilyen hülye. Erre van. A Lukás 16-ban van Jézusnak ez a példázata, amit elmond a, Lázáról Lázárról és a gazdag ember, szegény Lázár és a gazdag emberről. És nagyon érdekes dolgok vannak, ugye az, hogy hogy lemennek a láthatatlan országba, ebbe, amiről te beszélsz, és a, a szegény Lázár, akinek van neve, az megy az Ábrám kebelére és ott vigasztaltatik, és a gazdag, aki nem törődött a szegény Lázárral, csak az itteni földi javaknak a kergetésével, az kerül a gyötrelemnek a helyére, és ott kéri, hogy a, jöjjön oda, hadd jöjjön oda a szegény Lázár, hogy hűsítse a nyelvét, mert az ég, tehát van nyelve, van keze, van ég. Tehát valamiféle testi állapothoz hasonlót írott le a, a Jézusi példázat. Sőt, azt kéri a, a gazdag ember, hogy, hogy hát hadd menjen föl a Lázár, támadjon föl, és menjen oda a rokonaihoz, az öt gyerekéhez, hogy azok nehogy a gyötrelemnek erre a helyére kerülnek. Kerüljenek. Hogy értelmezzük ezt Attila? Szerintem ö, nem fizikai testről van ott szó, hanem arról, hogy a, a léleknek van tudata, van, ön, van én tudata, van öntudata. Tehát, hogy van önazonossága. E, és hogyha a belső emberünk van ebben a seolban, akár a, vagy volt, e, akár a e, pozitív póluson, akár a Negatív póluson, és hogyha a belső embernek van értelme, akkor az azt jelenti, hogy van felfogó képessége, van érzelme, van akarata. Akkor, akkor Akkor ez az, ami ami valamilyen formában ebben a példázatban megnyilvánul, és nem akarok én itt nagy teológiai vitába bocsátkozni, de én azért az alapbiblia tanulmányozási elveket figyelembe véve úgy tudom, hogy a Ezeket a példázatokat nem kell feltétlenül dogmatikai alapnak tekinteni. Tehát a példázatokat nem feltétlenül úgy mondta el Jézus, hogy akkor azt egy-egyben át lehet ültetni a dogmatikánk megalapozásaképpen. Nem tudom Tomás, hogy egyet e vele, vagy sem. Szóval, hogy ebből szerintem azért nem kell messze menő következtetéseket levonni. De az biztos, hogy van a belső embernek akarata, van érzelme van értelme, tehát, hogy felfogja valamilyen szinten a helyzetet, bár ugye szintén Tamás szoktam mondani, hogy ez egy alvó állapot is. Végülis az alvó állapotban is nagyon sok intuíció ér honnan veszük az alvó állapotot? A test az alszik. Hát nem? az onnan veszük, a hogy amikor a Biblia, így, a biblia így, használja. így használja, tehát, hogy amikor azt mondja, elaludtak hogy elaludtak, sokan... az úrban alud, aludtak el, van, aki nem az úrban aludt el. De hát és... azt kerülnek valahova, ahol azért ott személyazonosságuk létezik. Igen, mint hogy neked is, meg nekem is van személyazonosságom, akkor is, amikor alszom, és akkor is érnek intuíciók. Annyi tennék még hozzám, mint hát az. a... belső életet élek, Igen, amikor igen, igen. Amikor igen alszom amikor... csak veled, ne, te nem igen. Tudom veled megosztani, és te nem látod azt, és én sem látom, amit te csinálsz. Igen. Tehát, hogy. hogy, hogy és a másik, amit még egy dologgal egészíteném ki, azt, amit a Tamás mondott, hogy, hogy ez a gyötrés azt mondja a római levél, hogy, hogy szűkölködünk, gyötrődünk az Isten dicsősége nélkül. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor, amikor az ember fölismeri azt, hogy milyen lehetne az Isten jelenlétében, és ehhez képest hol vagyok én, az szerintem egy elég, elég állapot. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, hogy nagyon erőtetett lesz a példa, de elmegy az egész család nyaralni, és Tudom, hogy hol vannak, és mennyire jól érzik magukat. És én otthon, a képeket. És én otthon ülök a szobába, akkor gyötrődöm belül, és sóvárgok, és, és, és ott van bennem az, hogy, hogy, hogy mekkora, bocsánat, Hiány, hogy nem vagyok. Maromboltam, voltam, hogy, hogy nem dolgoztam egész évben, mint a többiek, nem volt pénzem elmenni, mint a, a többi, igen. például, mint a tücsök és a hangya. Egyébként ezért kies is ezzel érvel, hogy lent a seholba senki se fog dicsőíteni téged. Itt legalább én akkor ebben a 15 évben még. Igen. Na, úgyhogy ennyi, de aztán persze ennek van sok vonzata még, de átadom a szót az utánam szóló. Hadd had, ha, had provokáljam az Ervint egy picit. Veszélyes. Veszélyes, igen, tudom. Ugye beszél a Jézus többször is, hogy, hogy ott lészen sírás és fogcsikorgatás, meg a külső sötétségre vettetik, meg a tüzes kemencébe vettetik, az, aki képmutató volt, az, aki a rosszat, a gonoszságot követte, és így tovább, és összegyűjtik, és szétválogatják. Ez akkor most ennek fényében nem akarok én itt semmit kihozni ebből, de akkor ez most hogy van? Egyrészt ö, csatlakoznék ahhoz, hogy, hogy az Isten hiány az már ebben a világban is, és az elkövetkezendőben is, az egy, az egy leg, legnagyobb fájdalom, ami érhet egy emberi lényt. Ö, itt, itt, nem tudjuk, mert sok minden dologgal elhomályosítjuk, és vélhetően, hát ugye ezeket pontosan nem tudunk, ez oda át módon jelentkezik, mert már valamit megízlelünk, megtapasztalunk. Ugye a zsidók úgy imádkoznak, jó, ezt most nem akarok úgy belemenni, hogy minden reggel, hogy köszönöm, hogy visszaadtad belém a lelket. Tehát ez az alvásról, ez ugye ők, úgy gondolják, hogy ott, ott, ott vala szunnyadok, izé a lelkem, ízé, és aztán visszajön, és akkor újra éledek. Mondom, én nem akarok ebben semmi, és szerintem ezt ők döntsék el, hogy milyen, csak arra akartam még visszakanyarodni, hogy a lelkünk az, 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 az nem hal meg. Hm. Tehát a lelkünk az él, és a lelkünk test nélkül is, mint ahogy a testünkben is a lelkünk tud fájni. Egy, egy szerettünk elvesztésekor, mm -hmm. akár ugye még a zsoltárokban is van, hogy, hogy, hogy fogcsikorgatva, vagy hogy, vagy, vagy hogy úgy, hogy, hogy, hogy igazából ö, ö, gyötrődünk, De úgy gyötrődünk, mint ahogy nem gyötrődünk fizikai-biológiai betegségünk esetén, mondjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta dolog, hogy lesz ott sírási, fogcsikorgatás és stb. Ez, ez, a teljesen az, ez teljesen az, amiről beszéltünk, hogy felismeri az ember a, 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 a mulasztását, felismeri hmm. az ember, hogy mit hagyott ki, felismeri azt, hogy hogy, 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 hogy hányszor mondták, hogy mondjuk higgyél meg, hogy fogadd el meg, nem tudom én meg, hogy, stb. És akkor ez 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 bizony egy gyötrelem, és én azt gondolom, hogy ez maga, a pokol, ha lehet ezt mondani, ez maga a gyötrelemnek a helye. És akkor itt most provokációd ellenére sem megyek tovább. Jó, jó, jó. Hogy én ezt, ezt tartom egy, egy igazi megtérésnek, mint ahogy a Lázár esetében, is teljesen egyetértek, hogy az egy, az egy példázat, de hát azért egy egy, 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 megrögzött gonosz ember, vagy rossz ember, vagy kapsi ember, akit, aki oda kerül, Abba benne marad annyi erkölcsi érzék, hogy azt mondja, hogy, hogy küld el a profétákat, hogy megintsék az én testvéreimet illetve egy a lázár, de, hogy vannak nekik profétáik, és annak nem. Tehát, hogy, hogy azért benne maradt ez a, ez, a, ez, a, ez Persze. a realitás, és most így mondom, ez mentse a. a testvére, mentő. Igen, teség, igen, ez jó. hogy ment, tehát az a mentő szeretet. Igen, 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 igen. Most így mondom, hogy legalább ne amin, járjanak ennyire rosszul. A léne, de, 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 mindegy, mert mondhatom volna, az áldögeljenek meg ők is, én nem, nem, nem ez volt benne, hanem az volt benne, hogy, hogy, hogy a gyötrelmek erre a helyére, vagyis hogy, hogy tudjanak úgy élni, hogy ne be, kelljen kilépni. amikor kilépnek, ne gyötrődniük kell. Tehát én, ezt, én, én azt gondolom, a fogcsikorgatás, meg az összes több nem erkölcsi ö, elsősorban, nyilván erkölcsi dolgok következményeként, de, egy, de egy ez egy a léleknek a, fájdalma. Az, az éle... így van. és annak a felismerés, hogy hát ott lehetnék a, a, a kebelébe. És, és itt vagyok azért, mert a pénzt hajszoltam, hogy milyen barom vagyok. Két Én... dolgot, bocs, csak gyorsan zárójelesen megegyezzük, hogy a sírás és fogcsikorgatás témájában a Szabó Péter barátunknak van egy remek tanítása, föl, megtalálható a, a, sok sírással a, és fogcsikorgatással a együtt. És hogy, csak és hogy ennek a Remek tanításnak az eszenciáját mindenki meghallgathatja majd a Kegyelem konferencián, ami most lesz vasárnap. Igen, igen, és nagy Úgy szeretettel hívunk, várunk. Nagy szeretettel várom, mindenkit is regisztráljatok, kérünk, nagyon köszönjük, ha megteszitek. A, a reka... másik, ja, amit bocsán, akartam még ez... meg kettő dolgot ígértem, ugye, és az ígéret szép szó. Szóval, hogy a másik, amit szerettem volna mondani, csak kiegészítve. Még mit szeretné a... hirdetni, na? A... Igen, igen. A Takács Ferének a sorozatát, nem a, a Meredék című színdora volt. jó, Na jó. Szóval, hogy, hogy amit az Ervin említett ima, ami imádkoznak a zsidó testvéreink, hogy, hogy, hogy köszönöm, köszönöm hogy visszaadtad belém a lelket, és hogy, hogy arra az igére épül, hogy megújul az úr buzgó szeretete, az ő hűsége Mi minden reggelsz, és azzal folytatják az imát, hogy, hogy vissza, köszönöm, hogy visszaadtad belém a lelket, nagy a te hited, Uram. És annyira szép ez, hogy, <t> hogy az Úr azt mondja, hogy visszaadom, mert hiszek benne, hogy <laughs> valami, valami Csára jó, fog valami jó jön 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 ő, jön jön Valami jó <laughs> fog ebből kijönni. Igen. Még annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan, mert komoly, nagyon komoly a kérdés, amiről beszélünk, tehát az, hogy itt viccelődünk közben, az nem azt jelenti, hogy nem veszünk komolyan ezt. Nem lehet ezt a csipogó hangot? A feliratkozók, akik közben a YouTube csatornára feliratkoznak. azok hogy, hogy akkor, amikor Jézus meghalt, akkor ugye ketté repett a kárpit, és azt olvassuk ott, hogy, hogy a sírokból kijöttek az ószövetségi szentek közül sokan feltámadtak és bementek Jeruzsálembe. Ott ők hogy? az, hogy, az ott, ott milyen testben voltak ők, tanár úr. Hát ha feltámadtak, ugye? Akkor feltámadt testben voltak. Hát ők az első kéve vagy az első zsenge, hogyha itt tetszik. Ugye megint nem tudjuk, tehát hogy az a baj, hogy ezen a területen egyrészt nincsenek szavaink, csak analógiákat tudunk használni, másrészt következtetéseink vannak. Tehát azért nagyon vannak, hogy és kijönnek. Legjobb esetben, és hát leginkább pedig találgatunk. Ugye kik voltak ők? Hát vérhetően az a generáció volt, aki Jézusnak a nemzedéke volt, és meghaltak. Például ugye a proféta asszony, aki a kezébe vette a gyermeket, Anna, akik várták állam megváltását, és ez az első nemzedék, aki hit Jézusban, de meghalt, mielőtt Jézus a, kereszten, a kereszten maga is meghalt volna, támadt föl Jézussal együtt. Találgatunk, tehát nem tudjuk, de ez a, szerintem a legdorválisabb álláspont a témával kapcsolatban. Egy pillanatra még visszatérnék azért erre a Lázár történetre. Ja. Mert ugye ennek a, a, a fő motója nem is az, hogy van-e van keze, meg mit tudom én. Mert itt ugye miről van szó? Arról van szó, hogy a gazdag ember, amíg a, a Lázár, aki nagyon nyomorult volt, a gazdag még nagyon gazdag volt, ott volt a Lázár a háza előtt, ő mindig a nagy buli után átlépett, mikor kidobta a pizzát a kukába. És ö, a lázár mondta neki, hogy nem adnál egy kis darabot, nem enyhítenéd a szenvedésemet valamivel. És akkor a gazdag ember azt mondta, hogy nem. Viszont mikor ő volt bajba, akkor szerette volna, hogy a lázár jöjjön és az ő szenvedéseit enyhítse. Ö, 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 ebben a történetben ö, valamit kellett mondani ennek a gazdagnak magában, hogy miért lép át, hogy miért nem ad, mm. hogy miért nem enyhíti. És az ő devizája ez volt, amit ugye Ábrahám mond neki, mert mindenkit azzal a mércével mérnek, amilyen mércével ugye ő mér másokat, hogy ez, ez volt a te felfogásod, ez volt a te mércéd, hogy én megérdemeltem a jólétet, Lázár hmm. megérdemelte a bajt. És most azt mondja, Ábrahám téged is ezzel a mércével mérnek. Ő megérdemli a vigasztalást, te megérdemled a szenvedést, megérdemled a fájdalmat. És ezért egyetértek azzal, hogy abban az értelemben nem érdemes egy ilyen példázatot ö, levinni kutyába, hogy most akkor a kezel, meg a izé, meg a nem tudom micsoda. De Ér érteni kell, hogy mi a pénz, példázatnak a lényege, és ugye ez a balgaszüzekkel, meg a mit tudom én micsoda, elmegyünk a végletekig, hogy a lámpás és a olaj és a nem tudom én mi, akkor tartok tőle, hogy eltévedünk a példázat eredeti üzenetétől, és itt is szerintem, hogyha messze menő következtetéseket akarunk levonni, akkor azért lehet, hogy túlterjeszkedünk azon, amiről a példázat szólni szeretne. De milyen testtel jöttek ki, feltámadt testtel jöttek ki ezek az emberek. Azért van különbség, mert amikor Lázár kijött a sírból, ő halandó testben jött ki a sírból. Igen. Amikor a Jóírus lánya feltámadt, ő halandó testben támadt föl, és aztán egy nap újra meghalt. De ezek az emberek már feltámadt testben ö, 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 jöttek ki. És ugye egy két olyan embert ismerünk, én okot, aki az egyház elragadásának a képe, aki Istennel járt, illetve Illést, aki pedig úgy, majd. Megint egy másik történet, akit úgy ragadtak el erről a világról, hogy nem láttak halált. A testük közvetlenül átváltozott, és ugye az elragadtatásról, az egyház elragadásáról Ez mondja ráték. ezt a bizonyos tesz a Én egyébként úgy gondoltam, meg most is úgy gondolom, hogy amikor itt feltámadtak az Ószövetségi Szentek, akkor én úgy gondolom, hogy itt a Jeremiás, Ézsaiás és az Ószövetségi Szentek kijöttek a föld mélyéből, kijöttek ebből a, a láthatatlan országból is, én így gondolom, és véget vetett Isten ennek az Ábraám kebele című helynek. Én ezt gondolom, de ez is csak egy vélemény. É, az ezzel a problémánk, hogy Jézus azt mondja a Latornak, hogy még ma velem lesz, velem lesz a Lagán Édenben, az Éden Ugyanakkor Pál meg azt mondja a 2. Korintus 11 hogy elragadtam az Édenbe, és ott, vagy lehet a harmadik égig, és ott jártam az Édenbe. Tehát ő fönt. Fön, Jézus meg ugye lent. Találtatott az Édenben. Tehát több a rejtély, mint a válasz. Igen. Na, no, ja, hát nem Egy is, is az gond. Annyit hozzátenik, hogy hozzátennék, hogy amikor Jézus mondja a farizeusoknak, hogy ő az ábra és a Jákob is az Isten, és Isten nem a haltaknak, Így nem van. az élőknek az Isten. Na, erre nagyon egyszerű. Gombot, nagyon egyszerű. Én szeretem, hogy beleszóltok egymásba, mindenki rögtön ott a mikrofon, <laughs> úgyhogy mondjátok. Hogy, hát ez a múlik akkor csak én is. Nagyon egyszerű logikával érvelve, tehát hogyha Jézus lement halála után, és ott uh, ugye volt két pólus a... Ábrahám kebele meg a... Hát ha rám nézze, szerintem sok pólus volt. Én azt látom a Seolban, hogy, hogy abban, akiben hittek az emberek, oda annak érdekes, a kebelére, annak, annak a közelébe kerültek. Aki Gandiba hitt, az Gandhi kebelére került, aki Zoroasterbe hitt, Ebbe most Zoro nem Aster menjünk bele. külön be be. be. csak nem bugyrai voltak Igen, a <coughs> Még csak van, bugyros van de, a bugyros. most, van, hagyd bugyrozom az Attila, mert itt hogy elbúrjázott mindenki, és utána az Azt akartam hogy neked akar, hogy viszont aki az Ábrahám kebelén volt, kvázi a Édenben volt, hát azokat Jézus magával vitte, azokat a lelkeket. Majd kiderül. Így, és akkor, így, így, így is össze lehet rakni. Tehát, hogy ezt valószínűleg magával vitte, és akkor, hogyha a pál föl elragadtatott a harmadik, akkor az éden fent, az volt, édenig, akkor. Aztán lent volt, és aztán főszakcsolás. És aztán szóval szóval fogalmunk éden... sincs róla, de tiszteletben adnám meg a szót. Nem, nem akartam többet mondani, és köszönöm, hogy be tudom fejezni a mondatot igazából, amikor Jézus érvel, el, ami ellen semmit nem tudtak mondani, az, egy, az szerintem az egész kérdésnek egy olyan fajta válasza, hogy, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. Igen. Tehát, hogy, hogy ezek, az, ezek a hívők, a ősatják, akik a, a, hitünknek is a, a példaképei, ezek élnek. És Jézus erről tett hogy gyerekek, hát Isten nem a hortaknak az Isten, hanem az élőknek az Istene. Mm. És ezzel mint egy kihúzta aluluk azokat, azokat a spekulációkat, amiket próbáltam, és, és nem magyarázott ő meg semmit, csak ennyit. De nagyon a, komoly. Isten, és nagyon komoly. Na, ennyit akartam. Mondjad, de az utolsó, és tovább szeretnék. Hogy meg. akik nem hisznek, azok is élnek, vagy inkább azt mondom, hogy azok is léteznek, csak Igen. nem biztos, hogy élnek. Igen. Tehát, hogy a halál állapotában vannak, ami ami nem a Elmúlást jelenti, vagy a pusztulást, hanem az Isten jelenléte nélküli, vagy az Isten dicsősége nélküli. Mert az e, pedig állapotot. az örök élet, hogy megismerjenek téged, igen, és igen, akit igen. És hát nyilván, hogyha ott Jézus nincs megismerés, Tatász. nincs tapasztalás, igen. hogy ilyen. ott nincs mai magy magyar. Hár akiben a fiú van az élet. Igen, tehát hogy ők is léteznek, csak az. Hát az. az Más. Ugye az, az. Szeretnék tovább menni, hogyha megengeditek. Ugye itt most a feltámadott testről van szó, és végre most elérkezünk oda, amiért az egész beszélgetés ugye elindul, de szerintem idáig is ez nagyon izgalmas, legalábbis nekem az, hogy ugye az egy a négyben van leírva a feltámadásnak a rendje. És, de előtte én, ugye az a... Az 1 Korintus 15-ben van. 15 a az elragadtatás rendje, az rosszul mondtam, bocsánat. Az egy a négyben, igen. Az elragadtatás rendje. És de az első, aki ebben a feltámadt testben, ebben a testben megjelent, ugye az Jézus volt. Hát Most Az el, elhangzottak alapján nem, hanem azok a szentek, akik feltámadtak. Nem, az első szülött a halottak Jézus. közül az Jézus. Jézus. Csak vele együtt. Ő után, az ő feltámadása Igen. után. Tehát ő jött és hozta magával. Tehát az énokra, meg a az illésre gondolsz, meg esetleg a múzesről. Nem, nem azt akartam mondani, hogy az előbb amit utaltatok, hogy előjöttek a sírokból a de... Azok mikor jöttek elő? Jézus feltámadása Jézus. után. Igen. Feltámadása után. Igen, igen, igen. Na most a én azt szeretném mondani, meg ha sír, megengeditek, tudom, nagyon elszabadultatok. Tehát ezt most pontos is, tehát a halálakor nyíltak meg a sírok. Igen, megrendült De a akkor ször, még nem csináltak semmit, csak ott feküdtek Ezt nem tudjuk. Nem, a feltámadásakor jöttek elő. De a feltámadásakor jöttek, feltámadása jöttek elő. Én nekem is ez zavaros volt, hogy jó, hogy Jó, hát ez itt pontosítsuk, hogy mert ugye... jön elő, nem úgy van az, hogy jönnek és mennek. Igen, tessék Rendben van. Megengeditek, hogy vezessem a beszélgetést, vagy már hát, régit visszalakítok hát, ezen? Esetleg volna egy kérdésünk fel. Jó. Tehát én Jézusnak a testéről szeretnék egy kicsit. Engem az utóbbi időben figyeltem fel arra, hogy, hogy amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor ő, ugye ott, amikor az, a Máriával a, a sírkerben találkozik, akkor éppen úton van a menny és a föld között. Tehát ez a test, amiből feltámadt, ez abszolút térés időn át szabadon közlekedő test. Ez egy fantasztikus test. Ugyanak, és bemegy a szobába az árt ajtón keresztül, ahol a tanítványok ott rettegnek, és utána ott ebben a testben ott vannak a sebek, és eszik is. Tehát vannak, olyan, tud biológiailag is ö, működni ebben a testben. A szabad akar, az akarata szerint. És ugyanakkor ez a Jézus, ez egy alakváltó is. Most egy kicsit ezt idézőjelben mondom, tehát nem ismerték olykor föl, hogy ki az. Az Emmauszi tanítványokat sétálgattak vele, hallgatták, a szívük gerjedezett, de nem ismerték föl, csak amikor megtörte a kenyeret. A Mária, aki a legközelebbi tanítványi körbe tartozott, ő is, amikor átrendezett, a kertészt látta. Sőt, a tanítványok is, amikor a halat sütötte a genázáletító partján, a Péter szóltod a Jánosnak, hogy, hogy mondja, a János a szóltod a Péternek, hogy, hogy az úr az, mert nem ismerték úgy egyből fel. Hogy hogy van ez, és ennek fényében szeretném kérdezni, hogy hogy értelmezzük ezt a, az elragadtatás dolgot a Tesszalonika levél alapján. Ki fog elragadtatni? Miért? Hogyan? Mi a sorrend? Tanár úr. Igen, hát azok fognak elragadtatni, aki Krisztuséi, aki Krisztusban újjá születtek, és az ő tulajdonai lettek. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, mikor aggódnak azó, hogy az, az úr visszajön, és a nagyon szigorú szemlét tart, és a legkisebb szeplő esetén már nem viszi magával a dolgozót, hogy, hogy ez olyan, mint amikor elmegy az ember az óvodába, és nem a legjobb gyereket viszi haza, hanem azt, amelyik az övé. És Jézus is így van, hogy, hogy, az, az övéért jön el, az ő tulajdonáért, azokat, akik, akik ket megváltott, a és akik, akik az övéi, és őket viszi el. Ugye a teszvelünk annyit tesz hozzá, hogy nem úgy van, hogy akik meghaltak, azok majd az utolsó feltámadásakor nagy sokára fognak feltámadni, és akkor mi ott leszünk a mennybe, akik megéljük az elragadtatást, és akkor vágyunk, vágyakozunk az estvérek után, és azt gondoljuk, hogy micsoda pech volt, hogy ők meghaltak, mielőtt az úr visszajött volna, és nem volt részük az elragadtatásban, és erre mondja pár, hogy nem, 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 nem ez nem így van. Az egyház elragadása kvázi egyszerre történik, abban az értelemben, hogy az egyház alvó tagjai is feltámadnak, sőt, Először ők támadnak fel, és csak utána mi leszünk a végén, akik még élünk. Hogy milyen testben? Hát ugye ezt az egykorintus Korintus 15 taglalja a hét különbséget, az ádámi test, a földi test, meg a krisztusi test, a mennyei test között, de azt leszögezi ott az apostol, hogy a romlandóságot el kell nyelje a romolhatatlanság, és ez egy azért érdekes megfogalmazás, mert ugye pillanatnyilag mindent, ami élő, azt elnyeli a halál. És a halált viszont az élet nyeri el, az az élet, az örök élet, amit Jézus Krisztus hozott nyilvánosságra. Hogy ami hogy az evangéliumnak a lényegi. Hát ami Istennek az élete, és amit ugye a Szaván keresztül és a testélet Szaván, a Fián keresztül osztott meg velünk, az pedig az örök élet. És ez az élet viszont a halált nyeri el. Vagy oh. a haladnóságot inkább így mondom. Attila, hogy értelmezzük ezt az egész Thessalonik a levélben, hogy mennek a sorban, ugye a Krisztus, akik a Krisztuséi? Éjjé... Igen. Szerintem a Tamás mindent elmondott, ja, jó. de ha valamit hozzá akarok tenni, hogy nagyon jók a tanító költemények, és sokkal jobban memorizál az ember, ha valami rímbe van szedve, Na, eh, mint halljunk. például a minden vízbe mártott testasújából annyit veszt. Tudjátok folytatni nyilván. mennyi, Az, az általa általak... kiszorított súlya. Igen, és ezt nem tudnám, ha nem lenne rémbeszedve. <laughs> Soha nem éreztem készítést, hogy egyébként a fizikai törvényszerűség szabályokat meg azt Mondani, biztos és, és azt szeretném csak mondani, hogy, hogy nagyon sok tanító költemény van, ami segít az igei igazságokat memorizálni. Ennél már csak egy dolog jobb, hogyha valamilyen dallam is kötődik hozzá, az még jobban előkérni szóval a memóriát, és téged szerettelek volna megkérni arra, hogy a Várom a Napot című gyafi szerzeményt énekel. De nagyon azért vagyok nagyon hálás ezért, mert tulajdonképpen az ember önkéntelenül is megtanulta ezt a sorrendet, hogy először feltámadnak, akik Krisztusban megnyugodnak, aztán mi, akik élünk, elragadtatunk, és maga az úr riadóval, arkangyal, szózatával, isteni harsonák között alászáll az égből, először feltámadnak. Ezek milyen fontos dolgok, gyerekek? Krisztusban hát, megnyugodnak. az nem egy ilyen zugó, hát az úgy megvan És aztán mi, akik élünk, elragadtatunk, és akkor Krisztussal együtt fel a mennybe repülünk, elragad minket az ég felhői fölé, Jézus együtt a mennybe vitetünk, Szukra. megyünk az Úr elé. Szóval, hogy, hogy minden benne van. És csak gondoltam, ha valamit hozzá kell tenni, hogy, hogy mennyire jó, hogy vannak ilyen dalok, ahol ezek az igei igazságok, jó. a reménységünk megfogalmazódik, és, és ez is érdekes dolog, hogy viszont mindezek fényében, ennél a feltámadásnál azok, akik nem a Krisztusban aludtak el, azok még nem fognak támadni, de majd lesz nekik is egy feltámadás. Erre is mindjárt a sort kerítünk. Később feltámad a, az erről szeretnék egy kérdést intézni, de mondjad, hogy valamit. Nem csak a ugye, felvezetésként Jézusról beszéltél, és hogy nem ismerték föl azok, akik legszorosabban voltak fenni együtt. Ott én azért inkább a traumán, azt a traumának tudom be. Tehát, hogy egyszerűen olyan, olyan volt azt megélni, hogy ott, ott a szemük előtt feszítik meg, és a, hogy nagyon nehéz volt az, hogy most, most ez tényleg az a, Tehát én ott nem elsősorban azt, hogy külsőleg vajon úgy nézette ki, vagy nem, én azt gondolom, hogy felismerhető a feltámadott test is, és dicsőséges, meg minden, majd most erről fogunk beszélni, csak én ezt hozzátenném, hogy ott azért a, a trauma, tehát aki végignézte ezt a halált, adnak még hogyha ugye mondja is a, a hogy hát ennyire nem vakok hogy nem hiszítik el, amikor profiták voltak. És én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a minta, tényleg ez a minta. A Jézusnak a feltámadása, a Jézusnak ez a fajta újá születése testben, tehát egy új testben is, akkor ez ez, 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 megint oda kapcsolódok az Isten élményemhez, hogy ez valami olyan ö, volt, és szerintem a tanítványoknak is olyan volt, hogy, a megállíthatatlanságok, az egyrészt a Szent Szellemnek a, a, jelenléte, másrészt meg ez a, ez a sziklaszilárd meggyőződés, hogy hát nincs vége. Tehát nincs vége azzal, hogy levágja a fejemet, hogy dob az oroszlán, elé, borzalmas még kimondani is, vagy keresztre feszít, de nincs vége, akkor kezdődik a buli. Igen, igen, igen. Igazából, Tehát és, és onnan értek. onnan fogunk belépni abba, Nekem az hogy, élet hogy, Krisztus, mondja Igen, pár. és akkor fogunk belépni abba, amikor már majd mi is jövünk, megyünk vele, meg, 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 meg alkotunk, meg nem az, hogy ülünk, és akkor malmozunk, és nézsuk. Akkor kezdődik az igazi élet. Akkor kezdődik az igazi életünk, és, és az nem egy test nélküli szellem, hanem egy testben lévő teljes egész ö, ö, lénynek a születés Igen, én, én, én még akkor egy akkor dolgot egy, hadd mondjak, bocs, Feri, csak mondjam, mert az, énekel, el, akkor ezek az a dolgokat, és a lényeget nem mondtam el, hogy, no. hogy sokan hisznek a halál utáni életben. Igen. Nem a keresztények a is, rengetegen. Is. Igen, akár igen. a reinkarnációban is, ugye egyfajta újra megtestesülésben is, de sokan hisznek abban, hogy az embernek a lelke szelleme létezik. De a keresztény hitnek, és szerintem a legnagyobb üzenete az, hogy hogy testben támadunk föl, és hogy maga Krisztus testben támad föl, és csak annyit szeretnék, hogy mi ennek a jelentősége megegyezni, hogy, hogy lehet ezért köveket vetni rám, de Jó. akkor, amikor... amikor Mindenki ragadja meg. Hallottam mindig az evangéliumot, és tudom, hogy Jézus hatalmas áldozatot hozott, hogy ott szenvedett a kereszten, hogy előtte megkorbácsolták, hihetetlen kínokon ment keresztül, igazságtalanságok érték, és a többi, és a többi, de hát ugye a gyerek mindig arra gondoltam, hogy azért nem lehet sokkal rosszabb, mint egy szülés. Ugye van, aki egy napon keresztül vajúdik, bár én sose tapasztaltam még ezt meg uh, személyesen, uh, és fél hogy fél úgy fél is tudta, úgy is tudta, hogy föl fog támadni, és aztán uh, megy minden tovább a régiben, és hogy, 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 hogy ugye, uh, hogy hol van itt az áldozat, és, uh, és hogy hol van itt a hit. Mm. És uh, egészen elképesztő az, hogy Jézus Krisztus, az Istennek a fia örökre, tehát emberi testben támad föl, ami azt jelenti, hogy örökre ember marad. Hmm. És ő véglegesen kilépett abból a létformából, amiben előtte volt, amiben létezett, és örökre e, sorsközösséget vállalt az emberrel. És még az is kiderül az egészből, hogy Istennek ez volt az örökké való terve. Tehát, hogy amire az Ervin utalt, hogy, hogy ez egy átmeneti állapot, de az az igazi, amire meglettünk alkotva, meg amire a testünk ki lett találva, amit Isten öröktől fogva elhatározott, az majd csak ezután kezdődik. És ennek az ígéret az, hogy Jézus testben föltámadt, emberként létezik, emberi testben van az Isten. Tehát, hogy nem az történt, hogy, hogy lejött uh, itt egy kicsit beöltözött embernek, és aztán utána visszament ugyanabba a létformába, amiben előtte volt. Uh, volt egy jó kis kaland, egy ilyen futókaland, egy ilyen nem egy éjszakás, hanem 33 éves kaland, és akkor visszament az Atyához. Így a sárkány kiszabadította. A pirány, Igen, kide, és aztán a és utána visszament, hanem, hanem hogy ő ő örökre volt. testben támad föl az Istennek a fia. És mi, akik az Isten fiai vagyunk, ugye amikor a római levél azt mondja, hogy várja a teremtett világ sovárogva az Isten fiainak a megjelenését, akik romolhatatlan testben fognak megjelenni, mert ha megjelenünk romolhatatlan testben, akkor az nekik is a föllélegzés lesz, hogy ők is kiszabadul, a teremtett a világ is kiszabadul a romlandóság alól. Ez valami ez elképesztő nagy üzenet, hogy, nagy. hogy az Isten fia emberi testben létezik. Én még csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye két, tehát ha, ha van feltámadás, akkor nincs reinkarnáció. Tehát a kettő kizárja egymást. Mert akkor most milyen testben, ha egyszer feltámad, akkor nem tud Júliska néni lenni, vagy a Riska Borjú vagy a, érted, tehát ez, a feltámadás az egy nagyon személyhez, személy azonossághoz kötött dolog, és ez is nagyon lényeges. Azt mondja az egykorintus Korintus 15, innen olvasnék, hogy vannak földi testek és vannak szellemi testek. Más a menyei testek dicsősége, más a földieké. És utána azt mondja, hogy a halottak feltámadása, hogy elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, elvettetik az érzéki test, feltámasztatik a szellemi test, van érzéki test és van szellemi test. Beszéljünk erről a feltámad, feltámadt testről. Mit tudunk erről? Hát teljesen le, más lesz, mint a földi. Ugye felsoroltad az igékben az ellentétpárokat. Ugye ez a földi a földporából való. A, feltámadt test pedig mennyei test ebben az értelemben, hogy nem a földi létezésre lehet kitalálva, hanem az új égen és az új földön és abban is az új Jeruzsálemben való lakozásra lehet kitalálva, és hogyha összevetjük ezt azzal, hogy a szentek szentjébe meghalt, aki oda belépett, pedig ott nem az Isten teljessége lakozott, hanem csak a neve, hogyha úgy tetszik, együtt lakozni az Istennel azért az nem kis dolog. Tehát az, az olyan fajta test kell, ami ezt kibírja, vagy ami ezt bírja lakozhat-e az ember együtt a lángoló tűzzel? Ugye ilyen kérdéseket tesznek fel a proféták, akik ebbe belegondoltak. Tehát ez az egyik dolog, hogy erre a létezés formára lett kitalálva, hogy ez, az, ez a földi testünk a földből vétetett a földporából, mert a földi létezésre lett kitalálva. Erre, a, ezt alkotta otthonul nekünk, és erre lett kitalálva és nem is tudnánk, és ezért mondja, hogy az is szükséges, hogy átváltozunk, mert az első teremtésből származó test nem képes az új teremtésben meglenni, megsemmisülne, nem, nem képes egyszerűen létezni, ahogy, ahogy bedobnak bennünket a forró vízbe, akkor sem tudunk létezni, az nem az a közeg, amire a testünk ki van találva. És a természetesen nincs gyász, nincs halál, nincs könyv, nincs fájdalom, nincs szenvedés, nincs halandóság, és ez a test ugye arra emlékeztet, a bűnesetre emlékeztet bennünk a gyalázat teste ebben az értelem, vagy a büntetés teste, hogyha úgy tetszik. A feltámadt test meg a dicsőségre emlékeztet bennünket, arra, amit Istenért hit hitben kiáltunk és hitben tettünk. És különbség is lesz, tehát nem egy uniformizált test lesz ez a feltámadott test, Ezeket a hasonlatokat mondja az apostol, és nagyjából ennyit tudhatunk erről, és én is úgy gondolom, mint te, hogy egy az érzékelés, teljesen más ebben a testben, nem nem tudjuk hasonlítani az öt érzékszervünkhöz. Ahhoz lehet hasonlítani, ami az atyús utalt már, mint az intuíció, meg a beleérzés, meg valamit, valamilyen olyan ismeretre teszünk szert, valamilyen olyan megismerés képes, akármi van bennünk, mert Istenre is se láttuk színről színre, Isten sem fogtuk meg, úgy, ahogy mondjuk Tamás Drusszám ezt megtette. De mégis tudjuk, hogy megismertük az Isten, nem tudjuk azt mondani, hogy nem. De ez nem az de amikor színről színre fogunk találkozni Jézussal, azt mondja az írás, hogy elváltozunk. Így van, maga a látás, az, hogy meglátjuk őt, az el, átváltoztat, de most is ez át, mert szemléljük fedetlen arccal az de ő dicsőségét, teljesen. és elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Most ezt rész szerint picibe, kicsit Igen. megnyaljuk a fagyi végét a, a történetnek, amikor nagyon átszellemültek vagyunk egy jól sikerült is tett tiszteleten, hmm. akkor egy picit valamit megizlelünk, vagy meglátunk abból, hogy milyen lesz az, amikor majd színről színre látunk. Attila, te neked milyen képed van arról, milyen lesz ott a mennyei testben együtt uralkodni az úrral, vagy az angyalokat ítélni, vagy hogy lesz ez? Biztos, hogy rendkívüli. Ön, hát, ahogy mondtad, elképzeléseink vannak, tehát vannak képek a fejünkben, de szerintem valószínűleg ez semmilyen még uh, köszönő viszonyban sincs a valósággal. Hát, amit szem nem látott. Mert, amit, igen, bár az a földi dolgokra vonatkozik, Is. szerintem vagy arra is vonatkozik. És uh, talán nem tudom, talán már említetted, -e, de sokszor használtuk már ezt a példát, hogy elvettetik uh, romlandó test, uh, tehát, hogy mint egy mag elvettetik, és uh, uh, abban a magban, hogy egy ugye a egyik kedvenc gyümölcsödnél maradva a dinnyénél, uh, tehát ugye abban a pici magból, uh, hogyha egyébként nem láttál volna már dinnyét, akkor nem tudnád kikövetkeztetni, hogy milyen dinnye lesz belőle majd. És, és hát ugye fantáziáink vannak, de hogy az milyen lesz valójában, arról tényleg csak ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen, hát fantáziáink vannak, de hogy milyen lesz, azt látjuk, hogy a maga az milyen, amiben most vagyunk, és nyilván ebből akarunk kiindulni, és ehhez képest próbálunk meg valami szuper képességű testet magunk elé képzelni, de hát, hogy ez milyen lesz valójában, szerintem fogalmunk sincs, és még lehet, hogy, 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 hogy hogyha Jézusnak egy megdicsőült teste volt, akkor lehet, hogy pont ez a megfejtés arra, hogy miért nem ismerték föl kapásból, hogy milyen, mert, <laughs> mert, mert nem biztos, hogy az pont úgy nézett ki, meg hogy olyan volt, mint amit megszoktak egyébként akkor, amikor a Máriától született Jézus itt járt át. Ja, lehet. Szerintem <laughs> Amikor azt mondja a Tamásnak, hogy gyere és érintsd meg igen. a testemet, tehát azért az ott az sebb helyek voltak igen, az igen, oldalában. Igen, tehát tehát megdicsőült hát test valami, volt, igen. de mégis hordozta azokat a jegyeket legalábbis. Én egy párhuzamot szeretnék Jó, uh, majd erre majd uh, onnan... vinni, hogy <clears throat> amikor is, a, a, a biológiai testünket is Isten formálta, és ő hozta létre mm -hmm. a Föld porából, és azért most már... Látjuk, hogy ez a, ez a biológiai test milyen elképesztően fantasztikus. Tehát a, a gének, a, az agyunk kapacitása, az összefüggések. Tehát, tehát eh, amire mi ma, ma azt mondjuk, és a Szentírás azt mondja, hogy ez egy halandó, erőtlen és gyenge gyalázatos. és gyalázatos és minden, arra az emberi, a tudomány azt mondja, hogy ez egy bődületes nagy dolog. Tehát, hogy, hogy, hogy a galaxisok vannak, mozognak jön. bennünk, és, és a szívünk, és az egész. Tehát egyszerűen mindenki, én is, amikor ezeket hallom, akkor csak eltátom a számot. Na most azért viszem a párhuzamot, mert ha ebből indulok ki, mi lesz a? akkor mi lesz az? Tehát, tehát az, az, hogy, hogy, hogy az, az összehasonlíthatatlanul jobb lesz, mint, a, mint ez, ami egyébként ez is egy baromi elképesztően jó, meg fantasztikus, meg tényleg egy isteni remek mű, akkor én azt mondom, hogy tényleg fantasztikus az Istennek a, 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 a mesterterve, amit kitalált a, a számunkra. Nekem inkább egy olyan dilemmám van, és akkor hagyj vessem ezt föl, hogy, hogy, hogy nem csak mi fogunk föltámadni. Mindenki. Ha, hanem mindenki a És mindenkinek a oda kell állni az Isten elé, és mindenkinek el kell a viselni az Isten jelenlétét. És akkor ez a nagyon nagy dilemmám nekem, mert az, hogy velünk az van, amit az korintus 15-ben olvasunk, nagyon örülök, és hatalmas örömmel tölt el. De hogyha ebbe belegondolsz, hogy minden test meglátja, minden test meglátja az Istent, akkor azért ez félelmetes, hogyha ezt végig gondoljuk abban az értelemben, hogy, hogy azoknak a teste, akik, akik most nem úgy voltak hívők, mint mi, de előjönnek a tengerből, előjönnek mindenhonnan, és föltámadnak, és oda fognak állni az Isten elé, hogy azért ők is egy ilyen megdicsőült testet kapnak valamilyen értelemben. Tehát nem, az már nem lesz újra halandó, nem lesz... Az is valóságra az lesz. Az is valóságra, valóságra lesz föltámasztva, és ezért hordoznia kell olyan jegyeket, ami, ami a, ami a megdicsőült testnek a jegye. Nem akartam most erre vissza a követ, szeretnék térni a követ. De csak ezt akartam mondani, hogy a párhuzam az áll, hogy ha a biológiai test is ennyire fantasztikusan gyönyörű, akkor elképzelhetetlen az, az a mennyei test, ami, ami, ami már romolhatatlan, és, és arra már azt mondja, hogy test. A, tehát ezzel kapcsolatban is lenne észrevételem, de most inkább az, ami, tehát ez a mennyei test, amiben a, az egyház elragadtatik, és a hívők elragadtatnak, és átalakul a testünk állapota Krisztusra, ez döbbenetes, ez ugye bemegy a lagziba, a mennyegzőbe. Ez ott jön vissza az egyik gyermekem, aki nagyon szeretett kardozni kiskorában. Mindig arra gondolkodott, hogy amikor Jézus jön a fehér lovon és elrendezi az antikrisztussal a dolgokat, ő úgy gondolta, hogy ő, ő lesz az egyik, aki ott a, a szentek kísérik a sokaság a lovon Jézust, és akkor ő is ebben a az elrendezésben, mert ő egy ilyen harcos, majd amikor azt mondja, hogy angyalokat fogunk ítélni, hogy uralkodjál tíz városon, hogy velem együtt fogtok uralkodni. Tehát itt valami olyan, olyan távlatok vannak ebben a megdicsérült testben való életre, ebben a, ebben a valódi, ez az örök életben, hogy az Istennel, mint Isten fiai együtt leszünk, és színről-színre látjuk, és elváltozunk, és ez valami, ez valami egészen elképesztő távlatokat Nyit meg és tartalmaz. A, utaltál erre, hogy az utolsó ítéletnél, mikor mindenki feltámad, ez már az elragadtatás, meg a feltámadás, az első feltámadás után, vagy második feltámadás ez már? Krisztus, és utána, akik az övéi. Tehát ugye a jelenések 20-ba vagyunk, ott az első feltámadása a mártírok feltámadásával zárul. Akik igen. Fejét Tehát ez a második, amikor mindenki feltámad. Mindenki, aki valaha élt a földön, amit te is mondtál, hogy a tenger, a pokol, a halál kiadja a, hal... láb, igen. Kiadja a... a, halottait. a halottait, és megállnak a, a nagyfehér királyi trón előtt, és ott ő, megítéltetnek, és ráadásul nem a hitük, hanem a cselekedeteik szerint fognak megítéltetni. És amikor ö, azt mondja, és a pokol pedig, és a halál bevettetik a tűznek tavába, ami a második ha, a halál, a tűznek a tava. És ott jön a számomra megdöbbentő vers, hogy azt mondja, hogy és, ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, az is a tűznek tavába vettetik. És itt már nem azokról van szó, akik hívők voltak, akik újjászülettek, akik Krisztusban vannak. már rég feltámadtak. Ők már rég túl vannak mindenen, hanem a Többiekről van szó, akikről azt mondja, hogy cselekedeteik alapján, és itt a Máté 25-re a, a kecskék, kecskék és a, a bárányok ítéletére is visszautalni, és már nagyon kevés az időnk. Majd hétvégén. Majd. Hétvégén. Hogy azt mondja, hogy. hogy ő, Igen, Görmüz Tamás hétvégén ledobja a. Menj a, és a, fog erről a az izgalmas dologról. Igen. Tehát, hogy. Amire hogy nem azt mondja, hogy akik nem hittek hanem akik a cselekedeteik alapján, de még megítéltettek, és még ott sem azt mondja, hanem azt mondja, hogy és akik nem találtattak beírva az életkönyvébe, azok kerülnek a tűznek tavába. Mi gondoltak erről röviden? Hát az én véleményem az, most hosszabb bizonyítási eljárás nélkül, hogy van két anyakönyv, az egyik az Ádámé, amiben mindazok az emberek szerepelnek, akik Ádámtól a világra megszülettek, és van egy másik anyakönyv, Krisztusé, akiben, amiben mindazok szerepelnek, akik Krisztusban újjászülettek. És az előbbiből ki lehet húzni neveket, azokat, akik nem méltók az ember névre akik leküzdötték magukat az ember szintjéről egy állatináris lejjebb levő ördögi. ördögi szintre. Így van. És ez ez az oka annak, hogy miért a cselekedetek szerint lesz az ítélet, azért, mert a Biblia azt is világosá tesz, hogy a leghangosabban a hitünkről a cselekedeteink beszélnek, nem a szavaink. Attila? utolsó hogy szó. Mi a, mi, a véleményem a Igen, hogy tovább a, a második hát itt. Élete. Nagyon röviden, nagyon nem lennék a helyükben. <gül> <gül> és főleg az <laughs> Hát is adom a szót. Meg, hogy miért van az a szép régi Zsoltár, Genfi Zsoltár, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus itt élő előtt. Ki, hogy ki, ki, ki megjutalmaztassék a szerint, amiket a testben te tett, vagy jót, vagy gonoszt. Ervin, az egész jelenések könyve az egy elképesztő szimbolikus ö, mű, és nagyon sokat találgathatunk, hogy most melyik mit jelent. Én azt mondom, hogy csak óvatosan, de menjünk előre, haladjunk. Négyeznék még itt meg közben, hogy már egy kicsit elakadtunk ezen, Ezben nem akadtunk el, csak olyan látszalagos ellentmondás volt, hogy Jézusnak a teste azért a sebek miatt kísértetiesen emlékeztetett arra a testre, amiben meghalt. a más mondja, hogy ha nem tapítom a sebet, és akkor Jézus oda által el, és mondta, hogy na, akkor na segít van, akkor fogd meg. Ezzel együtt, ugye, ha mindenki föl fog támadni, tehát vannak azért szép számol olyanok, akiknek a, az a teste, tehát nem egy négy napos halottról beszélünk, mint Lázár meg Jézus esetében, tehát az már nem létezik. Tehát, hogy, hogy ugye itt, itt tudom, ezt csak azért mondom, hogy, hogy, hogy mivel Jézus abban a, az elhantolt, vagy sziklasírba zárt testben támad föl, ezért kialakult ez a keresztény tradíció, hogy a hanvasztás az nem helyes. Nem helyes, igen, mert akkor hogy fogja feltámasztani. Hát úr, bonyolult úgy. a dolog, mert ugye össze kell Istennek raknia újból. De hát azért igen, az igen, Isten. Igen, 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 igen. Hát ez igen. még derek is világosan mondja, hogy akit megevett a cápa, meg nem tudom, én mi, az is fel fog támadni. Meg Isten, a az imbália. az Isten, aki összerakta az össze, össze tudja rakni. Újra, mert igen. a halott csontok ott az Ezékiel Profétánál, meg a többi mondja, jönnek az inak, jönnek a hús, jön és jön a bele, Össze fogja rakni az Istent, az Isten azért Isten hogy ezt megcsinálja. Ez. Abszolút, megfogja. Csak tudom, csak mondom, hogy csak ott van ez, ez a... Ez egy csomó kérdés fölvet. Hogy, hogy, hogy viszont akkor, de nem biztos, hogy azért az a tökéletesen pont úgy fog kinézni, és ugyanúgy lesz elválasztva a hajam, vagy mit tudom én. Hát, sőt, valószínűleg nekem visszat lesz hajam. hajam. Hát, én, én úgy jobb képzelem. jobb, jobb így? Persze, De már megszoktam. Nem láttál engem úgy. Nem fogunk megismerni, úgy lesz, mint az, az emlősi tanítványok. Most mikor megtöröm a kenyeret. A Lázárnak a sérója se volt rajta, meg a gazdag embernek nem se beszélve. volt rajta az akármilyen, és mégis is, is Ki megismerték egymást. Ábrahámmal meg, meg egyikük se találkozott, mégis felismerték. Tehát az, érzékelés azért ilyen szempontból teljesen más. Én úgy olvasom, hogy magunkra mennyi testet, ugye azt mondja a 5, hogy Aha. nem levetkőzni, lemesztelenedni vágyik. Igen, nem is akarjuk Belső azt. ember, hanem felöltözni vágyik, és rossz neki, mikor lemesztelenedik. Pontosan azért, mert ugye ebben az átmeneti helyzetben, amikor várja a test feltámadását, akkor olyan, mint a kispadra szorult focista, hogy csak szurkolni tud, de már tud részt venni a küzdelembe, mert nincs hozzá ugye test. És ez, de ez ezért, is kérdés. Ezért nekem. nem, nem jutnak tökéletességre né, nálunk nélkül, tehát bevégzettségre nem, nem juthatnak, mert az Isten így határozott. És uh, én azt, mondod, gondolom... hogy a, a, most már most túl vagyunk úgy is ezért, hogy, <laughs> hogy, 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 azok, akik hívők fenn vannak most a mennyben, ők teljes passzivitásra vannak ítélve ott. Hát, azt gondolom, igen, hogy testük nem lévén rájuk is érvényes az, hogy nincs akarás, meg nincs tervezés, meg nincs izé. Hát testük nincs, amivel cselekedni tudnak, de valószínűleg hát ott a mennyben ott vannak, tudatuk van, és ott tehát élnek. Tudatuk van, És az jó nekik. Érthetően. Krisztusra lenni, azt mondja, pár sokkal inkább jobb. Minden. Valamit ne... csak csinálnak ott. Persze, hát, hát a, nyilván abból a szempontból jobb, hogy ebbe a testbe zárva Istentől távol vagyunk, ez a test állandóan kihívásokat intéz, hozzánk, ugye, mert akinek nincs felesége, az, az Isten a is mondja, hogy sokkal jobb. Persze, abból a szempontból jobb, hogy, hogy ez a halandó test, meg ez a portest nem korlátoz bennünket. Abból a szempontból viszont nem a tökéletesség. A tökéletesség majd a feltámadáskor lesz, mert addig csak az van, hogy várjuk De én nem vagyok biztos benne, hogy ezek, akik ott fönt vannak, ott, ott így ülnek, és ilyen. Nem hiszem. Hát Oké, okay, de ugye. A Vagy valami... legalábbis nem látom az Abban, Na nézzük a kérdéseket. Hát akkor... Van-e az igébe olyan, ami az ellenkezőjét mondja? De én nem. tudok igéket idézni, amelyek ezt mondják, hogy nincs akarás, nincs, nincs tervezés. Hát ez a prédikátor könyvében. A predikátor jobb, számos helyen elmondja, hogy ez van. De ez nem a mennyei A Na testen jó. kívüli állapot okay. még nem a tökéletesség. Nem a, a tökéletesség állapot. állapota, de én nem vagyok biztos abban, hogy ezek a szentek, akik fönt vannak a mennyben, az Isten jelenlétében, a Krisztussal vannak, hogy ezek ott nem valami nagyon jól érzik magukat. És jól érzik Rubic magukat, ezen ezzel a... nincs probléma, gyógyulnak. Jó, oké. Okay. Én például úgy képzelem el a Kubinyit, meg a, a, ez az én elképzelésem, a meg a Zsoldos Petikét, hogy bukófordulóznak. De mivel? A Jézussal. De mi nincs testük. Nem baj, hogy vannak. Elméletben, úgy. hát azt egyébként itt is megtettem. Elméletben, hát hát elképzelem. Hát ez az elképzelés. Hát amit hát, amit a családod ott van, te meg itt, akkor elképzeled, hogy milyen lenne velük? Bukofogozni. Ebben a témakörben sokkal több olyan dolog van, amit nem tudunk, és nem ismerünk, csak feltételezünk, vagy remélünk, vagy kiolvasunk, vagy gondolunk, és valóban az Istennél majd ki fog derülni minden, hogy hogy is van. De azért bizonyos kapaszkodókat talán ez a beszélgetése adott annak a megítélésében, hogy nyugi. Akik Krisztusban vannak, azokkal kapcsolatosan nincsen Istennek semmiféle károsztató ítélete, hanem egy olyan jövőt készített nekünk, ami túl van a halálon, és ami túl van a földi életen, és nem lesz sírás és jaj, hanem egy olyan örök életet készített nekünk az Isten a mennyben, amiért ez az egész testélétele a Krisztusnak, a halála és a feltámadása is megtörtént, hogy minket Isten a saját családjába fogadott, és a akar vinni, a többit meg majd meglátjuk. Nagyon köszönjük a figyelmet, és jövő héten találkozunk.